Rozé Fröccs Levendulával című lemezbemutató koncertet tartott a Late Night Jazz Band a Hevesi Sándor Művelődési Központban tegnap este. Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg. Több mint 10 éve alakult zenekar kizárólag a Balatonnal kapcsolatos számokat írt a legújabb lemezére, amit nagy örömmel mutattak be a kanizsai közönségnek. A Late Night Jazz Band albumának egyik különlegessége, hogy a jazz mellett a populárisabb műfaj felé is húznak a dalok. Ehhez a projekthez sikerült egy kiváló énekesnőt megnyernünk, a Németh Kira személyében, aki egy nagyon tapasztalt, kiváló hangú jazz énekesnő, és a másik szerzőtársam pedig Kossz Szilveszter, aki a számokat hangszerelte, és ő is több számot szerzett. Egyébként az album különlegessége, hogy Szabó Leslie is közreműködök szerzőként is, meg előadóként is egy számban, úgyhogy egy színes, változatos anyag sikerült, azt hiszem. A Kanizsai Kulturális Központ támogatásának egyik feltétele, hogy legalább 12 könnyűzenei koncertet szervezzenek a létesítményben. A tegnapi műsor ennek volt a nyitó rendezvénye, az ezt követő hetekben és hónapokban pedig még számos produkciót láthatnak az érdeklődők. Sikerült egy nagyon színes repertoárt összeállítani, hiszen jazzzel kezdünk, aztán szeptember 18-án lesz a következő állomása ennek a koncertsorozatnak, két rock együttes lesz a vendégünk, nevezetesen az AGR és a T-Bag formációk, aztán 25-én családi hétvégénk keretében sikerült meghívnunk a Retro Party Boys, ugyancsak nagykanizsai együttest, és hát próbáljuk ezt még a továbbiakban is úgymond tupírozni. A HSMK szeretne minél több programot megtartani, így bíznak benne, hogy ezt a járványügyi szabályok is lehetővé teszik.